A megújult elnökség három tagja volt ott a hétfő reggeli sajtótájékoztatón. A Fidesz csoportgyűlésen a tisztújítás mellett mindig lehetőségünk van arra, hogy aktuál politikai kérdésekről vitatkozzunk, megismerjük a tatabányai Fidesz csoport tagjainak az álláspontját, és ebben a kérdésben nagyon fontos volt az, hogy nagyon sok tag a Fidesz csoportban jelezte azt, hogy őket mélységesen felháborítják azok a hírek, amelyek a 2010 előtti titkosszolgálati munkáról voltak információk, hiszen a titkosszolgálatok együttműködtek az alvilággal. Labolcz úr, a titkosszolgálatok vezetője Potrik úrral folytatott megbeszélést, ami a demokráciák történetében én azt gondolom, hogy skandalumnak minősül, hiszen egy titkosszolgálati vezető az alvilág egyik meghatározó emberével beszélget arról, hogy hogyan tartsák hatalomban az MSZP-t és milyen támogatásokat biztosít Potrik úr az MSZP számára, illetve hogy Potrik úr azt is kifejti ebben az interjúban, hogy ha itt kormányváltás lesz, akkor ő börtönbe fog kerülni, ami egyébként így is történt, de nagyon messzire vezet az, hogy ilyen együttműködés volt egy kormány által felügyelt titkosszolgálat és az alvilág között. Ezt el kell, hogy mondjuk, hogy ez egy felháborító dolog, ki kell vizsgálni, és a baloldalnak tisztáznia kell, hogy mi köze van ehhez. Mert amíg nem tudja tisztázni, addig bizony megállnak azok a vádak, amik arról beszélnek, hogy maffia baloldal van Magyarországon. Nagyon fontos, hogy a fideszes társaim, képviselőtársaim, illetve a tagság, illetve a Tatabánya lakosság is mögöttünk álljon, hiszen a város is úgy tud sikeresebb lenni, hogyha együtt tudunk dolgozni azért, hogy fejlődjünk. Látványos eredmények vannak már, annak ellenére, hogy rengeteg gáncsoskodás van a háttérben. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy vannak olyan emberek, akik a városért akarnak tenni, és nem pedig a város ellenében. Nagyon sokan, ha nem is azt mondom, hogy elégedettek, de látják azt, hogy az irány az nem rossz. Most, hogyha az elmúlt három év teljesítményét nézzük, akkor az előző kormányzati ciklushoz képest a folyamatos gázáremelések helyett, ugye most rezsicsökkentés van, a nyugdíjasok 13. havi nyugdíjának elvétele helyett nyugdíjemelés van, a családtámogatások elvétele helyett, ugye visszakapták a családok az emeltet a három évig tartó gyest, adókedvezményeket kapnak a gyermeket nevelők. Én azt gondolom, hogy ez az irány, ez mindenképpen egy jó irány.